Mert lehet,
nem ezt a részt. Püspök először az oltárhoz fordul, és a gerget vízzel előbb öt helyen keresztalapban megkerje az oltár asztalapját, majd hétszer körüljárva az oltár, az e célra készített izsók szentelővel meghívni annak asztalát és lábazatát. Utána ugyancsak a gerget vízzel a templom falait szenteli meg. Itt is kétszer jobb felé, harmadszor pedig bal felé indul a templom belső körüljárására. Először a falak alsó részét kívül meg, másodszor a harcának magasságában, harmadszor pedig a falak magasabb részét. Most a templom padlózatának megszentelése következik, ugyancsak gerget vízzel. A püspök a főoltártól a templom majdajáig megy, azután középen az egyik faltól a másik, és így kereszt alatt szenteli meg a padlózatot. Utána a templom közepén áll, és onnan négy irányban, kelet, nyugat, észak és dél felé ismét meghívja a padlózatot. Innét ismét az oltárhoz megy, megállja azt a cementet, amelyet a szent erekéket később elfalasztanak. Az így megszentelt cementet összekeveri gergely vízzel, a harmadik vizet pedig körös körül az oltár lábához köti. És a hosszú felolvasás azért volt, tulajdonképpen rövidebben is el lehetett volna rendezni, mindjárt érte ezt a templomot, ez a gergely víz. Most már csak az a kérdés, hogy mit szimbolizál ez a szertartás? A víz magukat a híveket jelképezi. A só, a tudást és a bölcsessége, amelyet a hívek az egyháztól kapnak. Ez is ebben a kis könyvesében van leírva. A hajó az Úr szenvedését jelenti, melynek gyümölcseit a hívek képezik. És a hor pedig van a Krisztus, aki a hívekkel egyesül. Ezt a gondolatot kívánok megosztani és egy kicsit kifejteni. Ezek a falak átigazodtak szimbolikusan a hívekkel, a tudással, a bölcsességgel, amelyet az egyház próbál nyújtani, az Úr szenvedésével való emlékezéssel és magával Krisztussal. Ezt a templomot ezért szentelték, hogy hívek legyenek, tudást és bölcsességet kapjunk, itt emlékezzünk az Úr szenvedésére, és egyesüljünk Krisztussal. És ezek után érdemes abba belegondolni, hogy ezek a szempontok, ezek a jelképek tulajdonképpen mirány is vonatkoztatnak. Nekünk is hasonlítani kell ez a gergely vízhez. Mi, akik hívek vagyunk, mi, akik összefartunk, mi, akik együtt imádkozunk, nekünk szükségünk van itt, ebben a templomban is a tudásnak és a bölcsességnek a megtapasztalásának. Mert szeretnénk épülni, szeretnénk minél többet megtudni a hitünkről. Aztán ez az a hely, ahol együtt ünnepeljük az Úr szenvedését. Nem csak nagy héten, mert tulajdonképpen minden szentmise a dicsőséges keresztáldozatnak a megjelenítése. És ez az a hely, ahol egyesülünk Krisztussal. És így tulajdonképpen ez jelenti azt, hogy ez a templom szent hely. Mert a legszentebb titkokat és a hitünkkel kapcsolatos legalapvető dolgokat így tudjuk megtapasztalni, és így tudjuk elsajátítani. Mióta elkerültem Szentmiméből, 9 templomban szolgáltam. Ezt az éneket, ezt a közös imádságot sehol nem tapasztalta. Úgy néz ki, hogy továbbra is birtokában vannak kedves hívek a tudásuk és a bölcsességük. Felfedezik azt, hogy aki énekel, az képzelesen imádkozik, hogy Szent Ágoston mondja. Felfedezik azokat a lehetőségeket,
amelyekkel mi helyesen élhetünk. Nem csak az ő szenvedésének, hanem a Krisztussal való egyesülésnek is az ügynek. Azt kívánom a kedves mindnyájunknak, hogy legyünk ilyen kergelyi vízé. Hasson át bennünket is. Hívedek, a só, a hamu és a bor. Persze, jelképes értelmet. És akkor tovább megyünk azon az úton, amelyre Jézus hívott meg bennünket. Nem egy egyszerű valahol lesz. Nem egy egyszerű képen keresztényen lenni mai világban. Egyik korban sem volt egyszerű. Azt mondja, hogy Jézus már engem üldöztet, titeket is üldözni fognak. Bizony van, akinek nem tetszik, amit mi is csinálunk. Bizony van, akinek esküvő és temetés helyzetére a templom. Bizony van, aki turistaként értje, és van, aki nem mondta. Tulajdonképpen a mi számunkra, a hívek számára a legfontosabb ez a hely. Itt kaptuk azokat a tudás, azokat a tudás morzsákat és bölcsességeket,